Na, sziasztok, sziasztok! Na, az van, hogy csak nem bírtam magammal, nem szoktam ilyen csinálni, de ezt az illatot nagyon megszerettem tegnap a boltba, és most bementem a Zarába, egy munka után, és most megvettem. 6000 forint, ennek sokkal jobb az illata. Szóval, srácok, ennek szerintem sokkal jobb az illata, ez a Zara Tobacco, ez a neve. Nagyon szerettem egyébként. Nagyon, na, annyira benne maradt az óromban az illat, hogy muszáj voltam, meg 6000 forint, de mindegy, nem szoktam magamra ennyit költeni, meg nem mindig költekezem, de erre most úgy nagyon rámentem, és annyira jó illata van a bőrömön, hogy konkrétan így, hát ilyen baszós. Várjál, kibontottam. Ó, na igen, ez a jó. Ó, igen. Ó, de jó, igen. Na ez az én illatom, ez. Másik is jól fogom használni, de ez baszó. Na szóval, hazaérkeztem vége, már a péntek van, holnap 5. Ja, nem is mondom neked, hogy holnap a már 18. előttbe leszek. Kicsit aggaszt a 18. előtt, mert nem a legjobb környék. Meglátjuk. Tudod, mikor lesz baszó jó a hajam? Amikor szépen bedajárolattatom. Na akkor de mi dupla ennyire nőjön meg, mert ha most csinálja meg, mert most is meg lehet csinálni, csak összeúrik, és ilyen fanszörzet vejem lesz, érted? Amikor így visszakankarodik a fanszörzeted. Egyébként szeretném csinálni. Tennap éjjel annyira, mármint a szórólapozást, annyira megfájult egész éjszaka, hogy éreztem a talpamat. Hát érzi a talpam, hogy járok, és megyek. És nagyon rosszul tudtam. Felkeltem 2-kor, 4 órakor, visszafeküdtem 7-ig, vártam a Rádió Egyet, Balázsokat szoktam hallgatni, imádom, mindegy, ki mint gondol, nagyon jó a humoron, nagyon intelligens a Balázs, a Feri is, úgyhogy szerintem egy jó csapat, nem az a alja, nem az alja celeb, szóval én nagyon szeretem. Most megeszem, most már kiszedtem, nem ettem meg, de el kellett menni gyorsan dolgozni. Pajtást le kell vinnem sétálni, hát ilyen hűvös kis, ilyen szeles kis idő van, semmi jó időnő, ilyen szomorkás. Tudod mit fogok nézni? Benyomok egy jó sorozatot, aztán nézegetem. Tudod mit szeretek? Bocsánat. Nem tudom, van-e Netflixed? Az Elite sorozatot, az arról szól, hogy ilyen fiatal, gazdag srácok bejutnak egy elit iskolába, ahol mindenki mindenkivel kúr, konkrétan, de itt nem az a lényeg, hanem a társadalmi réteget hogyan mutatja be a szegény és a gazdag gyerek között. Nagyon jó az Elit, azt nagyon szeretem. A bankrablás is nagyon jó. Végignéztem. Amit még szerettem mostanában nézni, engem nagyon kikapcsol a Jó barátok. Nem is tudom, melyik adó adja. Leülök, vagy lefekszem, és nézem, és így elvülök, és annyira élvezem, hogy már hiába láttam 30-szor, nézem a Jó barátokat, mit szoktam még nézni, ja, ilyen dokumentumfilmeket nézek, történelmi sorozatokat, történelmet nagyon szeretem, azért nézem, meg végjátékokat nagyon szeretem, a magyar végjáték se rossz, hogy nagyon sokan leszólják a magyar filmeket, de a magyar végjáték, Üvegtigris, ilyenek azért jól össze lehet rakva, akárki amit mond, jól megcsinálják, magyarhoz képest szerintem nagyon jó megcsinálták. Nem vettem ki. Mindegy. Egyébként ez a pulcsi 3000 forint, nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon jó. Csak kicsit szűkebb nadrágot vettem föl. És kicsit nem éreztem most komfortosnak ezt is, hogy sokat megyek. Kicsit nem farmert kell fölvennem, hanem valami megjelenítő nadrágot legközelebb. De már ezt is tudom legalább. Jaj. Nem tudom, úgy elmennék a Balatonra. Én nagyon szerettem a Balatonon lakni az intézetbe, mert mikor problémáim voltak, vagy magam alatt voltam, mindig kimentem a Balatonhoz, és leültem, mert a Balatonnak van egy ilyen sugár, ilyen, tudod, így leülsz, és így vagy olyan chilles, gondolkozott, hallod a halakat, az állatokat, de egyébként ember nincs a közeledbe, főleg ilyenkor, amikor ilyen tél, ősz van, kihal a Balaton, nyári szezonos a Balaton, ugye, mindenki tudja. Mindegy, hogy Balaton nem Balaton, a víznek olyan jó hatása van, legyen ez egy patak, legyen ez egy tó, legyen egy Balaton, egy Duna, hogy így leülsz, és így vagy, és így
Egyszerűen kikapcsol az agyad, és nézed a tájat, imádom a Balaton. Balatonbogláron voltam intézetben, ezt már többször elmondtam. És úgy volt az intézet, most mondom nektek, hogy ez az intézet, és ennek a hátam mögött volt a Balaton. Az intézetnek saját balatoni része van. Nagyon szerettem, imádtam. Nem fürdöttem benne, én nem szeretem, én ezeket a nyilvános fürdéseket nem nagyon szeretem. Se az úszodába, se a Balatonba, sehol nem szeretem, nem járok nyáron. Ha egyszer elmegyek, még sokat is mondok évente egy nyárban, elmegyek egy strandra, de akkor is minden bajomban elkezdek viszketni, úgy érzem, hogy mocskos vagyok, mert mindenki abban megy bele, és így nem érzem komfortosnak magamat. Úgy kiregedek a húsleves. Meg sem melegítettem. Nem baj, most már megeszem. Az egyébként másnap most a húsleves a legjobb. Így hidegen jó. Másnaposan. Emlékszem az első balatoni, nem tudom, Balaton lelét ismeritek-e, vagy Balaton buglális telejét. Az első kiszökésem az a lellén, aki lellei esetleg van lellei, az volt az Y, meg az üvegház, olyan helyeken bulisztunk. Én hát úgy 3 napig vetrengtem, rosszul voltam, minden bajom, de az az első olyan bulim, ahogy gyerekként, vagy tinédzserként, vagy tiniként tudtál bulizni, és nem arra gondoltál, hogy mit tesznek a testvéreid. Szóval nagyon sokat jelent ez az intézet nekem. Bármennyire is szígyek a bent lévő gyerekek, hogy de szar, családnál legjobb, persze családnál, de mindig jobban onnan kiemeltek. Az, hogy minden nap tudsz fürdeni, minden nap tudsz enni, azért az egy nagy dolgok, és azt felejtik el azok az emberek, akik ilyen pökkendi stílusban beszélgetnek az intézetről, meg hogy de szarról, anyádnál se volt jobb, itt legalább van fürdésre lehetőséged, van zsebpénzed, szeretnek, foglalkoznak vele, tanulásra van lehetőséged, nem kell kint kódulnod, soroljam, mi ne vicceljetek már, nem tudom, hogy mi nem tudnak a velem együtt sorstársban lévő srácok, lányok így gondolkozni egyébként, mert oka van, ami miért kiemelte, oké, nem tette ezt róla, bekerült az intézetre, viszont azt valahogy olyan méltósággal viseld, és ne szégyelj róla beszélni, mert emberek vagyunk, és nem te tehetsz róla az intézetről, és ami van, ami bent vagy az intézetben, próbálj kimaxolni mindent, próbálj minél többet olyan lehetőséget hozzájutni, amiből pénzed van, ahol támogatnak, ahol érzelmileg támogatnak, most őszinte leszek, nagyon őszinte leszek, az államot addig kell kihasználni, még lehetőségetek van. Tudod, mit csinálj? Nem kell sírni, hogy intézetben vagy, még intézetben voltál, nem kell sírni. Tudod, mit kell csinálni? Szemed előtt legyen a cél. Tanulj jól ki egy szakmát, érettségizzél, bár tanuljál, ez a lényeg, nagyon is tanuljál nyelvet, és nagyon tanuljál. Később ebben érd el a céljadat, építsd a karrieredet, ha ebbe gondolkozol, viszont ha kijössz, és ne talán van egy kis barát, egy kis palid, akivel így elvagytok, mit tudom, hogy dolgoztok, nem egy nagy dolog, egy kereskedelemben, egy vendéglátásban eldolgoztok, mindenki keres. A lényeg az, hogy mindig az legyen előtted, hogy én nem leszek olyan, mint a szüleim. Én mind a gyerekeimnek megadok mindent, a feleségemnek megadok mindent, a páromnak megadok mindent, és ez a szeretet érzelmileg próbáljál kicsit érzelmi intelligenciádat, muszáj vagy kicsit ugye, mert igazából ugye nem tudsz jól most várjál, ezt most nagyon belementem, és nem tudom, megfogom, az várjál. Sajnos otthon nem kaptuk meg azt, hogy kell szeretni, hogyan kell bánni a másikon másikkal. Érted? Ha próbálj egy kicsit fejleszteni az érzelmi intelligenciádat is, ahhoz, hogy később jól tudjál férj lenni, vagy feleség lenni, ez nagyon fontos. A figyelmesség, a kompromisszum kapcsolat, amit ugye családban látsz, és látod apa, anya, hogy viselkedik, a párkapcsolatban, hogy lát, hogy vannak bent az ember, látod ugye, mert ott benne és még közben egy család, egy intézetben ezt nem látod, ezért muszáj neked egy kicsit nyitottabb lenni, és odafigyelni mindenre, és a tapasztalatokat, ha már tapasztaltál negatívat, ne kövesd el a hibádat újra és újra, órákat tudnék beszélni az intézetben. Én, ha hiszitek, ha nem, én nagyon élveztem, én akkor lettem igazán gyerek, mikor bekerültem az intézetbe. Nem egyet, mert meg kell lennem, én partit le kell sétáltatnom, csókolatiteket.